identitáspolitikai életvédő harcot folytat, de szót emel minden tisztességes magyar érdekében is. Idén adta ki Nemi Identitás Válsága című könyvét, és a holnapi előadásán bemutatja Prohászka Ottokár iránytű a magyar ifjúság számára című újra kiadott művét. Erdélyként mindig is kiállt az elcsatolt területeken élő magyarokért is. Szeretném tehát elsőként színpadra szólítani a Mi Hazánk budapesti elnökét, Vékony Csongort. Drága bajtársaim! Amikor fehér keresztény magyarként, a Mi Hazánk tagjaként elkívánjuk mondani önvédelmi gondolatainkat a balliberális média agymosásának következtében, a legtöbben meg se hallgatnak minket. Nem akarunk mást, mint védeni a tisztességes magyart, és mégis megvető tekintettel legyintenek, hogy ezek nem normálisak, hogy ezek nácik, ezek mindenkit gyűlölnek. De mi nem gyűlölünk senkit. Pusztán tisztán látjuk, hogy ki a nemzetünk ellensége, és ellene a leghatározottabb módon fellépünk. El akarnak hallgattatni a médiában, és már az országgyűlésben is, a szólás, szabadság és demokrácia élharcosai. Nincs náluk nagyobb képmutató a világon. A szólás, szabadság addig tart, amíg valami olyat nem mondunk, ami nekik nem tetszik. Ők a valódi elnyomók. Ők azok, akik életellenes ideológiák által fertőzöttek. Ők azok a férgek, akik belülről rágják országunkat. Ők azok a más Isten szolgáló csoport, akik nemzetünk belső ellenségei. De van egy másik képmutató társaság is. A Fidesz, KDNP és Hazánk jelenlegi kormánya. Képmutatók hazaszeretetükben, kereszténységükben, egész politikájukban. A turulszobor előtt állva nem mertek el szó nélkül amellett, hogy az ukránok által Munkácson lefűrészelt turulszoborra a magyar kormány nem reagált semmit. A revízió gondolatát elvetette közel egy hónappal ezelőtt és most is, amikor Putyin az igazságtalanul elcsatolt Kárpátalja iránti lehetséges, jogos területi követeléseinkről beszélt. Az Antal kormányhoz hasonlóan az Orbán kormány is lemondott Kárpátaljáról. A Fidesz egy identitás nélküli, szemfényvesztő populista párt. Hogyan kezeli a fennálló gazdasági válságot? Szeptember elején nyílt levéllel fordultunk Orbán Viktorhoz válságkezelő csomagunkkal, melyen konkrét megoldási javaslatainkat nyújtottuk segítségül. Célunk az volt, hogy a gazdasági krízis árát ne a dolgozókkal, nyugdíjasokkal fizettessék meg, de sorra elutasításra kerültek javaslataink. Megkezdődtek a rezsimegszorítások, főtetlenül maradtak az iskolák és a kórházak, a magyar emberek megsarcolásának folyamatát láthatjuk. Azért vagyunk itt, hogy ez ellen tiltakozzunk. Azért állok itt előttetek, hogy cenzúra nélkül elmondhassam, mi a harmadik út, mi a Mi Hazánk mozgalom megoldása a gazdasági válságra. Önrendelkezés, létbiztonság, nemzetvédelem. Követeljük, hogy a magyar emberek helyett a kialakult politikai-gazdasági helyzet haszonélvezőit adóztassák meg. Sávos mértékű vagyonadó kivetését követeljük, 2-3 illetve 5%-os adót kellene fizetni vagyontól függetlenül a magyar milliárdosoknak. Digitális adó bevezetését követeljük a digitális óriás cégekre, úgy mint a Facebook, a Google, Amazon. 15%-os digitális adót szeretnénk, az éves szinten 100 milliárd forint lenne, mely összeg egyezik azzal, melyet a kormány a katás vállalkozóktól, magyar dolgozóktól vett el. További 100 milliárdok kerülhetnének az államkasszába megfelelő átcsoportosításokkal. A haszontalan kiadásokat szüntesse meg a kormány, például a multik támogatását, vagy az országos roma önkormányzat finanszírozását. Az állami bevétel növelése az átfogó béremelésre is fedezetet nyújtana. Adózzanak a kaszinók is. Magyarország számára mindenekelőtt önálló, független gazdaságpolitikát akarunk. Célunk a hazai vállalkozások megerősítése.
Magyar ipart, magyar gépjárműgyártást akarunk, a hatalmas földterületeket birtokló földesurak helyett a családi, paraszti gazdálkodás feltételeit kell megteremteni. A magyar föld nem lehet külföldi tulajdonban. El kell végre kezdeni az önállátásra, az önfenntartásra való berendezkedést, fel kell számolni a függőségi viszonyokat olyan alapvető stratégiai ágazatokban, mint például az élelmiszer és az energiaellátás. Felszólítjuk a kormányt, hogy több milliárd köbméterre növelje a magyar földgáz kitermelésének a mennyiségét, észszerű és független energiapolitikát akarunk. Senki, se az állam, se oligarchák ne húzzanak hasznot a Magyarországon megtermelt energiából, legyen az villamos energia, földgáz vagy éppen atomenergia. Olyan pénzügyi, gazdasági és bankrendszer kiépítését akarjuk, amely a legkevésbé függ a nemzetközi pénzügyi rendszerektől, a készpénz megerősítése, megőrzése, a készpénz használati jog legyen emberi szabadságjogunk része. Követeljük mindezek mellett a rezsi esetében a rezsi használati díj és az áfa elengedését. Továbbá a végrehajtó maffia felszámolását, hogy legyen non-profit a végrehajtás, a kilakoltatások leállítását és a végrehajtók elszámolását. Egyszerű a feladat. Első az államadósság mértékének megismerése, majd csökkentése, átütemezése, végül a felelősök elszámoltatása, vagyonuk elkobzása. Ez legyen a sorrend. Ezért dolgozik a mi hazánk. Ezért dolgozik a mi hazánk, ezért dolgozunk mi, és minthogy ezt akarjátok ti is, minthogy ezt akarja minden tisztességes magyar dolgozó, ezért érdemes hát meghallgatni minket, a mi hazánk tagjait. Köszönöm a figyelmet!